Bemutatjuk Daphne du Maurier a Menderley ház asszonya című regényéből készült Rebecca című filmet. Maxim, Laurence Olivier, Gábor Miklós, Jane, John Fontaine, Kútvölgyi Erzsébet, Frank, George Sanders, Láng József, Mrs. Danders, Judith Anderson, Sütő Irén, Beatrice, Gladys Cooper, Békés Rita. Magyar szöveg Karsai Lúcia, hangmérnök Gulyás Katalin, zenei szerkesztő Nánási Katalin, vágó Zöld Zsófia, rendezőasszisztens Andor Péter, gyártásvezető Terbóc Tamásné, szinkronrendező Bajor Edith. A filmet Robert Sherwood és John Harrison írta. Fényképezte George Barnes. A szinkron a Magyar Televízióban készült. A filmet rendezte Alfred Hitchcock. Az éjjel álmomban ismét Menderleyben jártam. Megálltam a park útját elzáró vaskapu előtt, és egy ideig nem tudtam belépni, mintha bereteszelték volna előttem. Aztán, mint minden álmodót, engem is természetfeletti képesség kerített hatalmába, és szellemként átsuhantam a vasrácsos kapu. Most már ott volt előttem az út, szeszélyes, kanyargósan, mint mindig, de ahogy előre haladtam, mégis láttam, hogy megváltozott. A környező természet vette egyre inkább birtokába, kiterjesztette fölé mohó karjait. Gyommal benőtt keskeny ösvény lett a mi hajdani kocsi útunkból, aztán végre ott magasodott előttem Menderley. Menderley titokzatosan némán. Az idő sem törte meg büszke falainak tökéletes szimmetriáját. A holdfény néha különös játékokat űz a képzelettel. Hirtelen úgy rémlett, fénygyullad az ablakokban. De hamarosan felhő suhant a hold elé, és eltakarta a világosságot, akár a szemet a rászorított kéz. Elszállt a látomás, a komor fekete falakon nem lengett már a múlt árnyéka. Soha többé nem mehetünk vissza Menderleybe. Ez egészen bizonyos. De álmomban néha mégis vissza kell mennem, hogy emlékezzem életem legkülönösebb időszakára, amely Franciaország déli tengerpartján kezdődött. Ördögben mit kiabál? Ki maga? Minek leskelődik itt? Bocsásson meg, nem akartam leskelődni, de azt hittem, hogy... Tehát azt hitte. Jó, mit csinál itt? Csak egy kicsit sétált. Hát akkor sétáljon tovább, és ha lehet, ne kiabáljon. Nem jövök Monte Carlo-ba holt szezonban. Az egész hotelban nincs egyetlen érdekes ember. A kávé jéghideg. Garçon, hívja, csak forrón iszom meg a kávét. Na hát, ez Max de Winter. Üdvözlöm! Jó
jó estét. Örülök, hogy emlékszik rám. Végre egy kedves régi ismerős. Már elvesztettem a reményemet, hogy barátokkal találkozhatom Monte Carlóban. Igyék velünk egy kávét, foglaljon helyet. Mr. De Winter velünk kávézik. Szóljon már annak az ostoba pincének, kérem. Engedje meg, hogy ellentmondjak. Én hívom meg kávéra önöket. Garson, kávét kérünk. Rágyújt? Nem, köszönöm. Abban a percben megismertem magát, amint belépett, pedig nagyon régen találkoztunk. Utoljára a Palmici kaszinóban. Kedves, egy maga is rögtön megismert. Most itt is robbantja majd a bankot? Nem, már nagyon régen nem foglalkozom ilyesmivel. Ezt igazán meg tudom érteni. Ha nekem olyan otthonom volna, mint Manderley, sose jönnék Monte Carlóba. Azt hallottam, hogy Anglia egyik legnagyobb kastélya, és sokan állítják, hogy a legszebb is. Magának hogy tetszik Monte Carlo? Gondolom mostanit először. Hát szerintem egy kicsit mesterkélt. Maga szerint nem hálátlanság ilyet mondani? A legtöbb lánya szeme világát adná, hogy lássa Monte Carlót. De hogy látná, ha megpakult? Remélem, még találkozunk a következő napokban. Szívesen látom egyik délután TR alaposztályomban. Megfelelő szobákat kapott, a hotel majdnem üres, tehát ha nincs megelégedve, követelje, hogy helyezzék át. Bár az inasa nyilván már kicsomagolt. Nem hoztam magammal inast, de ha megkérem, segít kicsomagolni? Ó, hát... Ez kicsi nehezen menne, de maga bizonyára segít Mr. De Winternek, ha bármire szüksége van. Bátran ajánlhatom, mert elég ügyes. Köszönöm, nagyon kedves, de tartom magam a régi közmondáshoz. Magad, uram, a szolgád nincs. Ön erről talán nem is hallott még. Jó éjszakát. Nem értem, mire célzott. És ez a hirtelen távozás? Igazán furcsa ember. Na ne bámészkodjon, menjünk fel. Elkérte a kulcsot? Igen, Mrs. Van Hoppen. Fiatalkoromban ismertem egy híres írót. Képzelje, amint meglátott valahol, rögtön elmenekült. Azt hiszem, szerelmes volt belém, és ez félszeggé tette. Szelavi, ilyen az élet. Erről jut eszembe. Én nem akarom megbántani, de tolakodóan viselkedett De Winter úr társaságában. Ahogy mindenáron be akart kapcsolódni a beszélgetésbe, igazán kínos volt. Nekem is, és neki is. Kérem, ne duzzogjon, elvégre felelős vagyok magáért, amíg velem van. Máskor majd vigyázzon. Szegény ember. Nem tudja kiheverni a felesége halálát. Azt mondják, valósággal imád. Igen, uram, azonnal. Ja, Istenem, de ügyetlen vagyok. Sajnálom, elnézést kérek. Hagyja, kérem, nem kell kicserélni az abroszt. Jó ahogy lesz. Parancs, egy pillanat, a hölgy átul az én asztalomhoz. Kérem, reggelizzék velem. Nem, de hogy azt nem lehet. Miért nem? Igazán nem kell udvariaskodnia. Nagyon kedves, de látja, már is rendbe hozzák ezt az asztalt. Nem udvariaskodom. Akkor is meghívtam volna, a kevésbé ügyetlen, és nem dönti fel a vázát. Jöjjön szépen. Beszélgetnünk se kell, ha nincs kedve hozzá. Köszönöm szépen. Parancsol? Én csak rántottát kérek, két tojást. Igen, mademoiselle. Hol van a barátnője? Ágyban maradt, megfázott. Sajnálom, hogy tegnap olyan durván viselkedtem. Egyetlen mentségem, hogy magányosan élek. Elszoktam az emberektől. Nem volt durva, csak nyilván egyedül akart lenni, és... Mondja... Mrs. Van Hopper igazán a barátnője, vagy csak ismerősök? Én a társalkodó nője vagyok, tehát ő a munkaadó. Megfizeti magát, hogy legyen barátnő? Az értelmező szótár a társalkodó nőre azt mondja, kebel barátnő. Nem irigylésre méltó helyzet. Ő nagyon kedves hozzám, és valamiből élnem kell. Nincs egy családja? Nincs. Anyám meghalt nagyon-nagyon régen, és apám nevelt fel. Tavaly ő is meghalt. És most dolgozom. Sok csapásért. Apám halála nagyon megviselt. Mi úgy szerettük egymást. Kettesben éltek? Igen, ő. Nagyszerű ember volt, rendkívüli. Mivel foglalkozott? Képeket festett. Á, jó festő volt? Azt hiszem, igen, csak nem értették meg. Ha, ez gyakran előfordul. Tudja, fákat festett. Végül már csak egyetlen fát. Ó, ugyanazt az egy fát újra meg újra? Igen. Volt egy elmélete, ha megtaláljuk a tökéletességet tárgyban vagy emberben, maradjunk mellette. Furcsán hangzik, ugye? Egyáltalán nem. Én magam is ezt vallom. És maga mit csinált addig, amíg ő festette a fáját? Rajzolni tanultam, vázlatokat készítettem, de nem sok eredménnyel. Ma délelőtt is rajzolni akar? Igen. Hol? Azt még nem tudom. Elviszem a kocsimmal. Onnan nem fogadhatom el. Ugyan, reggelizem meg, és indulunk.
Köszönöm, nagyon kedves, de nem vagyok éhes. Na, legyen jó, kislány, és legyen szép. Olyan sokat dolgozik azon a vázlaton, biztosan remekül lesz. Kérem, ne nézzem meg, tudom, hogy nem sikerült. Láttam, hogy már sok rossz képen, de kinaradírozza, mutassa végül. Nem, az a baj, hogy sosem találom el jól az arányokat. Na, hadd nézze. Uramisten, az arányok miatt kapta az orrom ezt a furcsa piszehajlatot? A maga profiát nagyon nehéz lerajzolni. Miért? Mert állandóan változik az arc kifejezése. Talán, mert ezt a tájat néztem, és nem magát. Inkább ezt rajzolta volna. Kicsit az otthonomra emlékeztet ez a part. Járt már Cornwallban? Igen, apámmal töltöttünk ott egy nyarat. Egyszer bementem egy boltba, és megláttam egy levelezőlapot. Csodaszép kastélyt ábrázolt a tengerparton. Kérdeztem, mi a neve, és azt felelték. Ez Menderli. Mintha tudnom illet volna. Menderli gyönyörű, de nekem a szülőházom elsősorban. Az otthonom, ahol éltem. Most azt hiszem, soha többé nem látom. Otthon most esős, hideg ősz van. Jó, hogy itt élvezhetjük a napfényt. Angliában nem lehet a tengerben fürödni. Csak júniusban néhány hétig. Itt viszont meleg a víz, igazán nagyon kellemes. Csak veszélyesen mély. Tavaly egy férfi belefulladt. De én nem félek, elég jól úszom. Hát maga... Jöjjön, hazaviszem. Nagyon jól ismerem Mr. De Wintert. Ismertem a feleségét is, még lánykorából. A csodaszép Rebecca Hillre-t így emlegették. A tengerbe fulladt szegényke Menderli mellett. A vitorlása elsüllyedt. A férje nem beszél róla, de megtörte a csapás. Na, beveszem az orvosságot. Rémes, ha van egy csokoládét. Ó, hazajött végre. Ideje volt. Hozza a kártyát, römizünk. A csodaszép Rebecca Hillre-t így emlegették. A férje imádta. Nem tudja kiheverni a csapást. Azóta megtört ember. Jó reggelt. Jó reggelt. Hová megy ilyen korán? Tanulok egy kicsit teniszezni. Igazán? A trénert én is láttam már. Nagyon jó képű fiatalember. Vigyázzon magára, mert elcsavarja a fejét. Na jól van, menjen, de siessen vissza. Szabadságot kapod? Igen, Mrs. Van Hopper még beteg, és most egy ápolónő van mellette. Ő sem irillem. Szeret teniszezni? Nem nagyon. Akkor jó, megyünk kocsikázni. Jó estét, Mrs. Van Hopper. Hogy van? Rosszul. Én nem teniszeztem. Gondolom, valami mást is tanult a csinos trénertől. Most el kell intéznem néhány telefont. Nem tudom, Mr. De Winter hazajött-e már. Kedves Mr. De Winter, miért nem hívott vissza? Maga gonosz ember. Amint elmúlik ez a csúnya meghülésem, ígérem, kirángatom Monte Carlo-i unalmába. Mert biztosan tudom, hogy ezt teszi. Unatkozik, unatkozik, unatkozik. Üdvözli mély barátsággal, Edith Van Hopper. Elmehetek?
Ennyi edzés után nem sokára indulhat Wimbledonban. Na mindegy, hamarosan nem lesz ennyi ideje. Az a baj, hogy amíg beteg voltam, nem volt munkája. De felmondtam az ápolónőnek. Holnaptól maga lesz velem. Igen, Mrs. Van Hopper. Claire? Tessék, Mrs. Van Hopper. Mondja, egészen biztos, hogy megkapta a leveleimet Mr. de Winter? Biztos, madám. Nem tudom elhinni. Akkor már felhívott volna. Istenem, szegény fiú, fáj nekem, hogy ilyen magányos. Szeretném, ha feltalálnának egy olyan üveget, amibe belezárnám az emlékeket, mint a parfümöt, nem nyitnám ki, el ne illanjanak. Amikor akarom elővenném, belenéznék az üvegbe, és az emlékeimben gyönyörködnék. Milyen emlékeket zárna oda a rövid életéből? Ezekből a napokból mindent. Hisz ilyen rövid idő alatt összegyűjtöttem sok üvegre valót. Azokban az üvegekben rossz szellemek is bújhatnak, amelyek épp akkor kívánnak erőtörni, amikor meg akar feledkezni róluk. Ne rágja a körmét. Szeretnék 36 éves lenni, fekete selyemruhát és gyöngycsort viselni. Akkor nem ülne itt velem. Megmondaná nekem Mr. de Winter, miért tölt velem ilyen sok időt? Tudom, hogy maga nagyon jó ember, de miért éppen velem ilyen jóságos? Azért viszem autózni, mert jó együtt lenni magával. Jobban elhomályosítja előttem a múltat, mint Monte Carlo minden fénye. És ha azt hiszi, hogy szánalomból, jóságból keresem a társaságát, már is kiszállhat a kocsiból. Nyissa ki az ajtót és menjen haza. Fújja ki az orrát. Köszönöm. És ne szólítson Mr. de Winternek. Igen, tekintélyes számú keresztnevem van. George Fortescue Maximilian. Válaszol meg, tetszik. A családom Maximnak hív. Még valamit. Ígérje meg, hogy sohasem visel gyöngycsort és fekete selymet. És sohasem lesz 36 éves. Igen, Maxim. Köszönöm a tegnapot, Maxim. Uramisten, hát ez... Mit szól ehhez? A lányom férjhez megy. Ó, nagyszerű, gratulálok. Azonnal indulunk New Yorkba. Foglaltassunk kabint az Aquitánián. Még elérjük a 12.30-as Cherbourg-i vonatot. Gyorsan, aztán siessen csomagolni. Egy percet sem várhatunk. Menjen már, mit ábrándozik? Csúlya Mr. de Wintert. Kilovagolt. Délben jön vissza. Akkor kapcsolja a portát. Megnézem, nem hagytam-e valamit a szobámban. Siessen. Hazajött már Mr. de Winter? Ó, igen. Kérem, kapcsolja. Csak a könyvemet kerestem, amit talán már becsomagoltam. Jöjjön már! A kocsi vár a kapu előtt. Meghagyom a címünket, hát ha utánam küldik a könyvet. Hívja fel Mr. de Wintert, kérem. Igen, madám. A 282-est.
Nem veszi fel a kagylót. Köszönöm. Mondja neki, hogy siessen. Igen, madam. Nem látta Mr. De Wintert? Mr. De Winter a szobájába rendelte az ebédjét. Szabad. Eva, maga hogy kerül ide? Valami baj van? Csak el akarok búcsúzni, mert elutazunk. Nem értem, miről beszél. Igazán, mi most elmegyünk. Attól féltem, hogy már nem is látom magát. Hová viszi a vénasszony? New Yorkba. Nem szívesen megyek. Nagyon rossz lesz, borzalmas lesz. Felöltözöm. Nem tart sokáig. Hová menne szívesebben? New Yorkba vagy Mendelébe? Kérem, ne tréfáljon ezzel. Mrs. Van Hopper vár, és én akkor már el is búcsúzom. Megismétlem a kérdésemet. Amerikába megy Mrs. Van Hopperrel, vagy hazajön Mendelébe vele? Talán szüksége van egy titkárnőre? Azt kérem, hogy legyen a feleségem, kis bolond. Szabad! Az ebédemet hozzá? Nagyon éhes vagyok, nem is reggeliztem. Nem fogadja szívesen a kérésemet, sajnálom. Nem, félreérti. Csak én nem vagyok olyan lány, akit feleségül kérnek. Hogy érti ezt? Én nem illenék bele a maga világába. Ugyan, hát milyen az én világom? Ó, hát Menderli, és még sok egyéb. Azt én tudom legjobban megítélni, hogy odaillik-e. De ha nem szeret, az egészen más. Nagyon finoman utasított el. Ó, én szeretem, elmondhatatlanul. És egész reggel sírtam, mert azt hittem, nem látom többé. Köszönöm minden szavát. Egy napon majd emlékeztetem rá. Akkor megért engem. Sajnálom, hogy sírt miattam. Kérem, most töltsön nekem egy kis kávét. Két kanál cukorral és egy kis tejjel. A teát is így iszom, jegyezze meg. Ki beszélje Mrs. Van Hopperrel, maga vagy én? Inkább maga. Szörnyen mérges lesz. Mennyi a szobaszáma? Már lentül a kocsiban, a kapu előtt. Halló? A portát kérem. Halló, Mrs. Van Hopper kint ül egy kocsiban. Adját neki az üdvözletemet, és kérem meg, hogy fáradjon fel a szobámból. Igen, a szobámból. Mr. De Winter kéri, hogy keresse fel a szobájában. Mr. De Winter? Oh, már is megyek. Nem egészen így képzelte az eljegyzését, igaz? Inkább egy téli kertben. Hosszú fehér ruhában áll, a kezében vörös rózsa, a távolban halkan szól egy hegedű, és én szerelmi vallomást suttogok egy pálmafa alatt. Szegény drága, te busulj. Ma nem busulok. Majd én kinyitom. Meg se szólaljon. Úgy örülök, hogy hívott Mr. De Winter. Sürgősen el kell utaznom, igazán restellem, hogy még csak nem is értesítettem. Ma reggel kaptam egy táviratot a lányomtól. Képzelje, hamarosan férjhez megy. Ez nagyon érdekes véletlen, Mrs. Van Hopper. Én is épp az eljegyzésemet akartam önnek bejelenteni. Komolyan mondja, ez pompás, igazán szívből örülök. Milyen romantikus. Ki a boldog mennyasszony? Elnézését kérem, hogy váratlanul megfosztom a hölgy társaságától. Remélem, nem okoztam önnek túlságosan nagy gondot. És mikor történt mindez? Az imént, Mrs. Van Hopper, alig néhány perce. Egyszerűen nem tudom megérteni. Hát tulajdonképpen meg kellene szidnom, hogy nem volt hozzám több bizalommal. Na nem baj, felejtsük el. Mindkettőjüknek szívből gratulálok. Minden jót, nagyon sok boldogságot kívánok. Hol és mikor lesz az esküvő? Itt és minél hamarabb. Ah,
akár egy szép regényben, remek. Egy héttel elhalasztom az utazásomat. Ez a szegény kislány árva. Hát én az anyja helyett gondoskodom majd mindenről, amiről csak kell. Ruha, meghívók, esküvői vacsora, minden rendben lesz. Menjen le gyorsan a csomagokat, vitessék vissza a szobámba. Egy pillanat. Köszönjük a szívességet, Mrs. Van Hopper, de mi nem kívánunk semmiféle esküvő ünnepséget. Nem fogadhatjuk el, hogy miattunk elhalassza az utazását. Nem fogadjuk el. Drágám, szólok, hogy hozzák vissza a maga bőröngyeit. Köszönöm, Maxim. Tehát ez történt, mi alatt én beteg voltam. Teniszleckék, remek kifogás. El kell ismernem, ügyes munkát végzett. Csak tudnám, hogy csinálta. Lassú vízpartot most. Mondja, tett olyasmit, amit nem kellett volna? Nem értem, mire gondol. Jó, nem is fontos. Mindig mondtam, hogy furcsák az angol férfiak. Kemény munka vár magára, ha Menderli úrnője lesz. Ebben a szerepben nem is tudom elképzelni magát. Nincs tapasztalata, és semmi fogalma arról, hogy milyen egy valódi lady. Azt nyilván tudja, hogy miért veszi el magát. Ne képzelődjék, nem szerelemből. Az a hatalmas kastély rengeteg gondot jelent. Egy férfinak az idegeire megy a birtok és a háztartás irányítása. Unta, hogy milyen tegedül intézzen. Mrs. Van Hopper. Lekési a vonatot. Mrs. De Winter. Minden jó, sok szerencsét. Polgármesteri hivatal, házasságkötőterem. Sok boldogságot, viszontlátásra, önnek is sok boldogságot, asszonyom, viszontlátásra. Uram, itt felejtették a házasságlevelüket. Ó, ott felejtettük a házasságlevelünket. Uram Isten! Mások is követik a példánkat. Milyen bájos a mennyasszony. Az. Te is szerettél volna fehér fátyolt? Ó, bárcsak. Kérem, asszonyom, menjél. Tessék. Az egészet. Úgy, köszönöm. Tessék, nem kell visszaadni, köszönöm. Tessék. Ó, Maxim, de gyönyörű. Köszönöm. Csodálatos. Köszönöm. Isten hozta itt a Mr. De Winter. Köszönöm, Smith. Fázol, drága? Igen, egy kicsit fázol. Nem kell félned semmitől. Ha megismernek, imádni fognak. A háztartással nem lesz gondod. Mrs. Danvers nagyszerű házvezetőnő. Nézd csak, elered az eső. Siessünk. Ezt terítsd magadra. Így is megázol. Köszönöm. Ott van. Ez Menderli. Madame. Nem számítottunk ilyen fogadtatásra. Mrs. Danvers parancsolta, uram. Ne félj, nem tart sokáig.
Bemutatom Mrs. Danvers-t. Jó estét. Asszonyom, mindent előkészítettünk. Köszönöm, nagyon kedves, de nincs szükség semmire. Te állni szeretnék, Fritz? A könyvtárban szolgáljuk fel, uram. Menjünk, drága. Ó, Maxim, gyere be! Jó estét, Mrs. Danvers. Jó estét, madam. Elégedett mindennel, remélem. Ó, igen, köszönöm, nagyon. Elise az új szobalány, addig lesz itt, amíg az öné megérkezik. Nekem nincs szobalányom, és Elise biztosan megfelel. Legfeljebb csak átmenetileg, madám. Az ön társadalmi helyzetében szüksége lesz komornára. Elnyerte a tetszését a szobája új berendezése, madám? Nem tudtam, hogy új a berendezés, de sajnálom, hogy annyit fáradt. Csak azt tettem, amire Mr. de Winter utasított. Milyen volt ez a szoba azelőtt? Kopott falak, régi függönyök. Ritkán használták, csak ha nagyon sok hálómendég volt. Tehát nem ez volt Mrs. de Winter szobája? Nem, madám. Ő sose lakott a keleti szárnyban. Hisz innen a tengert se látni. Csak a nyugati szárnyból nyílik szabad kilátás a tengerre. A szoba nagyon szép, és biztosan jól érzem majd itt magam. Szóljon nekem, madám, ha bármi kívánsága van. Ön bizonyára sok éve él Menderliben, régebben, mint a többi. Nem olyan régen, mint Fritz. Ő még az idős lordot is szolgálta Mr. de Winter gyerekkorában. És maga is akkoriban jött ide? Csak amikor az első Mrs. de Winter mennyasszony volt. Mrs. Danvers, én remélem jó barátok leszünk. Kérem, legyen hozzám türelmes. Ez az élet nekem új, és szeretném minél előbb megszokni, hogy Mr. de Winter is boldog legyen. A háztartás vezetése a maga kezében marad. Rendben van. Remélem mindennel elégedett lesz, madám. Egyedül vezettem a házat Mrs. de Winter halála óta. Az úr így kívánta. Azt hiszem, ideje, hogy lemenjek. Az a szoba a nyugati szárnyban, amelyről az imént beszéltem, ott az ajtón túl van. Most nem használják. A kastély legszebb szobája. Az egyetlen, ahonnan az egész partot látni, a végtelen tengert. Mrs. de Winter szobája volt. Jó reggelt. Jó reggelt. Ön Mrs. de Winter, ugye? Igen. A nevem Crowley.
Én vezetem Maxim birtokát. Örülök, hogy megismertem. Felgyülem lett itt a munka, amíg Maxim távol volt. Értem, biztosan sok az elintézni való. Én szívesen segítek, hogyha tudok. Arról szó sem lehet. Frank nem fogad el segítséget. A kimutatások, adóívek, ez csak az ő birodalma. Na gyere, át kell néznünk a költségvetést. Hozom az anyagot. De közben reggelizd meg, de fogyassz el mindent, mert a szakás nagyon megsértődik. Megpróbálom, Maxim. Ki kell mennem a birtokra, Frank bizonyítani akarja, hogy még megvan. Töltsd el az időt valahogy. Ismerkedj az új otthonoddal. És olvasd a Times-ot, van benne egy érdekes cikk az időjárásról. Most jut eszembe, a nővérem, Beatrice és a fére, Giles Lacey bejelentkeztek ebédre. Ma? Igen. Nem bírták ki tovább, hogy ne lássanak. A nővérem nagyon közvetlen. Ha nem tetszel neki, nyíltan a szemedben mondja. Ne félj, drágám, visszajövök és megvédelmezlek. Viszontlátásra, szívem. Viszontlátásra, Maxim. Viszontlátásra. Jó munkát. Jó reggelt, madám. Jó reggelt, Frit. Szabad felszolgálnom valamit, madám? Nem, köszönöm, Frit. Most nem vagyok éhes, köszönöm. Hagyd csak. Az újság, madám. Ó, igen, köszönöm, Frit. Madám. Megcsúsztam. Köszönöm, Frit. Milyen tágos. Igen, madame, Enderley nagy és tágos. Ez volt a díszterem a régi időkben. Ünnepségeket rendeztek itt, vacsorákat, táncestét. Most egyszer egy héten a turisták is látogathatják. Ez helyes. Elnézést kérek, madám. A könyvtárszobában csak délutánonként gyújtják be a kandallót, ha átfáradna a nappaliba. De ha parancsolja, befüttethetek, madám. Nem, átmegyek, Frit. Mrs. de Winter, úgy értem, a néhai Mrs. de Winter a levelezését, telefonjait a nappaliban intézte, reggeli után. Köszönöm, Frit. Parancsol valamit, madám? Ó, nem. Csak merre van a nappali szoba? Az az ajtód balra, madám. Igen, köszönöm. Mrs. de Winter? Azt hiszem, téves kapcsolás. Mrs. de Winter már egy éve meghalt. A házi telefon volt, madám. A főkertész szokott ilyenkor utasítást kérni. Akar tőlem valamit, Mrs. Danvers? Mr. de Winter mondta, hogy a nővére Mrs. Lacey és Lacey őrnagy úr jönnek ebédre. Szeretném tudni, megfelele a menü. Ó, igen, egészen biztosan jó lesz. Bizonyos, hogy megfelel.
Felhívom rá figyelmét, hogy nem gondoskodtam Mártásról. Mrs. de Winter azt mindig maga választotta ki. Kérem, akkor legyen az, amit Mrs. de Winter rendelt volna. Köszönöm, madam. Ha megírta a leveleit, Robert majd elviszi a postára. Leveleimet? Ó, igen, rendben van, Mrs. Danvers, köszönöm. Úgy tudom, kiment a birtokra, Mr. Crowley-val. Szemtelenség, hogy nem vár itthon minket. Egyébként jellemző. El kell ismernem, az öreg Denver pazaró rendben tartja a házat. A virágok elrendezését biztosan Rebekától tanulta. Kíváncsi vagyok, mit szól az új helyzethez, hogy egy volt kórista lányt parancsolgat neki. Csak tudnám, honnan veszed, hogy valamikor kórista lány volt. Maxim a francia tengerparton szedte fel, igaz? Igaz, na és? Hát úgy értem akkor, hogy ez a valószínű. Isten hozott, én vagyok Maxim felesége. Nagyon örülök. Meg kell mondanom, egészen más vagy, mint elképzeltem. Ugyan miért? Én épp ilyennek képzeltem el. Nos, hogy tetszik Mendelni? Csodálatosan szép. És mi a véleményed Mrs. Danversről? Én még sosem találkoztam ilyen erős egyéniséggel. Talán fél tőle? Hát nem éppen szelíd virágszál, igaz? Giles, itt már útban vagy, hagyd magunkra. Megnézem, hol van Maxim, jó? Giles. Én... nem akartam semmi rosszat mondani Mrs. Danversről. Jó, de igazán nem kell félned tőle. A ház vezetéséhez nála senki nem ért jobban. Nem ülnénk le? Ó, de igen, bocsáss meg. Biztos, hogy féltékenyen őrzi a múlt emlékeit, és rád haragszik, az is biztos. De hát miért? Nem tudod? Nem. Azt hittem, hogy Maxim már elmondta. Ez az asszony imádta Rebekát. Hogy van, Robert? Köszönöm, jól, madam. Nem fájnak már a fogai? Sajnos fájnak néha, madam. Húzassa ki, valamennyit. A műfogsor sosem fáj. Igen, madam. Ó, sok a jó volt. Szeret vadászni? Sosem vadásztam, és nem is lovagolok. Ó, hát itt majd meg kell tanulnia. Mit szeret jobban, a férfi nyelget, vagy a nőit? Igaz, hisz egyiket se próbálta még. Na majd, másképp megöli az unalom. Maxim, rendeztek majd bálokat újra, mint régen? Egy hamar nem hiszem. De hiszen mindenki látni akar téged. Igen, azt gondolom. Mit szólnál például egy állarcos bálhoz? Majd. Biztosan szeretsz táncolni. Szeretek, de nem nagyon tudok. Rumbát se? Azt sosem mernék. Próbálom kitalálni, mihez ért a feleséged. Hát, szeret rajzolgatni. Rajzolni? Remélem, nem abban a modell stílusban, ahol nem tudom, hogy lámpaernyőt látok-e, vagy egy szenvedő ember. Szokott vitorlázni? Nem, soha. No, ez viszont szerencse. Nagyon szerelmes vagy a férjedbe, ugye? Ezt látom rajtad. Ne haragudj, de miért nem csinálsz valamit a hajaddal? Le kellene vágatnod, vagy fésült simábban hátra. Nem, így még rosszabb. Maxim nem szól semmit? Neki tetszik így? Eddig még nem mondta. Jó, akkor ne törődj vele. A ruhádon is látom, hogy egyáltalán nem vagy hiú. De Maxim más, őt nem értem. Neki olyan finom az ízlése. Mindegy, mit veszek fel, meg se látja. Akkor alaposan megváltozott.
Nem szabad rá haragudnod, de néha kicsit furcsa. Sosem tudni, mit leplez a komor nyugalmával. Aztán egyszer csak kirobban. És olyankor... De nem hiszem, hogy te ilyesmit kiváltanál belőle, szelid jó kislány. Gyertek már, te a vár a könyvtárszobában. Jó, itt vagyunk. Hát így áldjon, öreg fiú. Köszönjük, hogy meglátogattatok. Viszontlátásra, drágám. Ne haragudj, hogy mindenről kivallattalak. Szívből kívánom, hogy legyetek boldogok. Köszönöm, Beatrice, köszönöm szépen. Maxim remek színben van, ehhez gratulálok. Komolyan aggódtunk érte még néhány hónapja. Nyilván érted, hiszen tudod, mi történt. Indulunk, drágám. Viszontlátásra. Szervusz, nővérkém. Szervusz, öreg fiú. Na, induljunk, mert nem érünk haza vacsorára. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Hála Istennek elmentek. Végre mehetünk sétálni. Lehet, hogy eső lesz, de nem bánod, ugye? Nem, lehozom az esőkabátomat. Ugyan, biztos, ha van egy inas a közelben. Robert, hozzon egy kabátot a feleségemnek, legyen szíves. Mit szólsz a nővéremhez? Nagyon megszerettem, de képzeld, ő azt mondta, más vagyok, mint ahogy elképzelt. Vajon miért ne képzeld? Hát gondolom, szebbnek és érdekesebbnek, attól félek. Ha. Mondd, tetszik neked a hajam? A haja? Tetszik. Mm. Miért? Mi van vele? Ó, semmi, csak úgy eszembe jutott. Csacsi vagy. Köszönöm. Már is fel kell vennem? Már is. A kislány vigyázzon magára. Gyere, Jasper, nem kell örök kirustálkodni. Jasper, nem arra megyünk, ide! Hova vezet az az ösvény? Egy kis öbölöz, ahol a csónakokat kikötik. Menjünk le oda. Nem, nincs ott semmi érdekes. Egyszerű homokos partszak, az néhány szikla. Nézzük meg! Na jó, mehetünk arra is. Mindegy, ha már annyira akarunk. Hallod, Jasper? Valami baja van. Talán megsérült a lába. Dehogy, drágám, ne törődj. Nem hagyhatjuk magára. Mondom, hogy ne törődj vele, nincs semmi baja, majd hazatalál magától. Jasper! Jasper! Mit csinálsz? Gyere szépen, kiskutyám. Na gyere haza, Jasper. Nem tudtam, hogy van itt valaki. Ismerem ezt a kutyát. A kastélyból jött. Nem a magáé. Nem. Nincs esetleg egy kis kötél darabja? Meg senkinek, hogy látott engem itt. Azt hittem, maga őrzi a csónakokat. Nem tettem semmi rosszat. Ha kell, én nem hallok, nem látok. Az a hölgy kiment a tengerre. Soha többé nem jön vissza. Soha többé nem jön vissza. Gyere, Jasper! Váratlanul, de meg kellett kötnöm Jasper. Könyörgök, legalább hallgass! Maxim, állj meg, kérlek! Mi baj van, olyan haragosan nézel? Mondtam, hogy maradj itt, és mégis lementél. De miért ne? Csak egy kis házban ott meg egy furcsa ember. Bementél abba a házba? Igen, mert egy kötelező... Soha többé nem mehetsz oda. De hát miért? Gyűlölöm azt a házat, és olyan emlékeid volna, mint nekem, te is gyűlölnéd. Bocsáss meg, Maxim, bocsáss meg. Nem lett volna szabad.
nem lett volna szabad hazajönnünk. Ó, milyen őrült voltam. Nem vagy velem boldog. Megbántottalak. Nem tudom nézni, hogy szenvedsz. Milyen nagyon szeretlek. Szeretsz. Szeretsz. Ha miattam sírsz, bocsáss meg. Néha minden különösebb ok nélkül tőbe gurulok. Ne haragudj. Gyere. Hazamegyünk teázni, és elfelejtjük az egészet. Gyere. Igen, legjobb, ha elfelejtjük. Majd én vezetem Jaspert. Nem akarom zavarni, Mr. Crowley. Csak eszembe jutott, hogy a napokban megígérte, hogy mesél a munkájáról. Szívesen. Most éppen mit csinál? Elszámolást, ugyanis arra a hétre, amikor Maxim hazahozta a feleségét, minden munkás felemelt bért kapott. Ez Maxim ötlete volt? Igen, a személyzet is kapott plusz egy heti fizetést. Na hát nem is mondta. Segíthetek valamit? Bélyeget ragasztani például. Köszönöm, nagyon kedves. Nem akar leülni. Köszönöm. Én voltam ott lent a parton abban a házban. Van ott egy ember. Kicsit furcsa. Jasper megugatta. Ó, igen, biztosan Ben. Bocsásson meg. Ártalmatlan bolond. Néha adunk neki alkalmi munkát. Az a házat már lassan kezd omladozni. Nem kellene rendbe hozatni? Nem hiszem, hogy Maxim ezt akarná. Akkor már mondta volna. Az mind Rebekáé volt, ami ott van? Igen. Az ő holmia. Mit csinált ő abban a házban? A vitorlása mindig ott horgonyzott. Milyen vitorlás? Mi történt vele? Az, amelyikkel elment, amikor a vízbe fulladt? Igen. Felborult és elsüllyedt. Őt kivetette a víz. Nem félt kimenni a tengerre egyedül? Ő soha nem félt semmitől. Hol találták meg? Ecskomnál, 40 mérföldnyire innen, 2 hónappal később. Maxim igazolta a személyazonosságát. Borzalmas lehetett. Igen, borzalmas. Mr. Crowley, nem vagyok betegesen kíváncsi, ne gondolja. Csak nagyon nehéz helyzetem van itt. Akárkivel találkozom, Maxim nővérével, vagy bárki mással. Tudom, hogy mindenki ugyanarra gondol. Összehasonlítanak vele. Rebekával. Ugyan, hogy képzeli? Én nagyon örülök, hogy Maxim elvette magát. Azóta az egész élete megváltozott. Az én véleményem az, hogy nagyon frissítő hatással van rá. Maga, aki más, akitől kissé idegen Menderli. Kedves, hogy ezt mondja. Én is tudom, hogy ostobaság, de naponta látom, hogy mi az, ami benne megvolt, de belőlem hiányzik. Szépség, bátorság, intelligencia. Csupa olyasmi, ami egy nőnél nagyon fontos. Sokkal értékesebb tulajdonságai vannak. Fontosabbak, nekem elhiheti. Kedvesség, őszinteség és, hadd mondjam meg, szerénység. Egy férje ezt többre becsüli, mint bármilyen szépséget. Mi nem szeretünk a múltban élni. Maxim a legkevésbé. Ez a maga feladata, hogy kivezesse belőle. Lehet. Megígérem, hogy mindent elkövetek, de mielőtt most elmegyek, válaszolna még egy kérdésemre? Hát, amennyire tudok rá válaszolni, igyekszem. Mondja, végül is milyen volt Rebeka? Azt hiszem, ő volt a legszebb asszony, akit életemben láttam.
Jó estét, Maxim. Hello. Délután megjöttek a nászutunkon készült filmek. Megnézzük vacsora előtt? Mi a csúd ez rajtad? Úr, csak rendeltem Londonból egy új ruhát. Remélem, nem baj. Nem, de hogy csak... Mondd, komolyan azt gondolod, hogy ez illik hozzád? Mert szerintem egy cseppet sem. Azt hittem, tetszeni fog neked. És mit csináltál a hajaddal? Oh, értem már. Drága, kicsike, bocsáss meg. Nagyon bájos vagy. Bájos vagy. Nagyon csinos vagy. Komolyan. No, megnézzük a filmet? Igen, szívesen megnézem. Figyeled, ez jól sikerült. Olyan jó volt itt, drágám. Ugye majd elmegyünk újra? De mennyire? Hamarosan. Nézd, még az unokáink is megcsodálják, hogy milyen boldogan mosolyogsz. Na, itt vagy te. Ez az, ez nagyon tetszik. Aranyos vagy. Az, aranyos. Erre emlékszel? Igen. Vár tartott volna örökké a nászutunk, Maxim. Hopp, ez kiugrott. Oh, az ördög vigye el. Lazán fűztem be, mint mindig. Megcsinálom. Tessék, Frit, mit akar? Bocsánat, uram, beszélnem kell önnel. Igen? Mi a baj? A Robertről van szó. Kellemetlen vitája volt Mrs. Danvers-szel. Úristen. A Robert magánkívül van. Igen, azt gondolom. Mi történt? Mrs. Danvers azzal vádolta Robertet, hogy ellopott egy értékes dísztárgyat a nappali szobából. Robert visszautasította a gyanúsítást, uram. És mi az a dísztárgy? A kínai porcelán, Cupido, uram. Az ördögbe, az valóban értékes. Mondja meg Mrs. Danversnek, keresik mindenütt, de én biztos vagyok benne, hogy Robert nem lopta. Igen, uram. Miért jönnek ilyesmivel én hozzám? Ez a te dolgod, szívem. Maxim, én már régen el akartam mondani, de elfelejtettem. Azt, hogy én törtem el azt a kis szobrot. Te törted el? Miért nem mondtad az előbb, amíg Fritz még itt volt? Nem tudom. Ez olyan nehéz. Én... attól féltem, hogy majd bolondnak tart. De hát most már sokkal inkább annak tart. El kell mondanod neki és Mrs. Danversnek. Nem, Maxim, mondd el te. Én felmegyek. De hát ne légy ostoba, drágám. Még azt hiszik, hogy félsz tőlük. Félreértés volt, Mrs. Danvers. A feleségem törte el a kupidót, csak elfelejtett szólni. Sajnálom, én nem akartam kellemetlenséget Robertnek. Meg lehet ragasztatni a szobrot, madam? Nem, félek, hogy nem lehet. Több darabra tört. És a darabokat hová tetted? Én eldugtam. Ott az íróasztal egyik fiúkjában. Úgy látszik, Mrs. de Winter fél, hogy börtönbe csukatja Mrs. Danvers. Na jó, semmi baj. Keresse meg a darabokat, ha lehet, javítsák meg, és Robert törölje el a könnyeit. Roberttől természetesen bocsánatot fogok kérni. És ha a jövőben ilyesmi történik, madám talán majd személyesen elmondja. Jó, jó, hogy ne, köszönjük, Mrs. Danvers. Na. Remélem, most már nem ugrik ki többet. Nagyon sajnálom, drágám. Szörnyen kínos volt nekem. Mrs. Danvers most biztosan haragszik rá. Mit törődsz vele? Egyáltalán miért érsz tőle ennyire? Úgy viselkedsz, mint egy szobalány, vagy ilyesmi, és nem, mint a házúrnője. Igen, én is tudom. De hidd el, nehéz helyzetben vagyok. Én mindent elkövetek, de... nem könnyű olyan emberek között élni, akik úgy vizsgálnak, mint egy díjnyertes tehenet. Nem baj, hadd tegyék. Az egész környéken senkit nem érdekel más, mint hogy hogy zajlik az élet Mendelében. Merész lépésnek tarthatják, hogy elvettél. Talán ezért választottál éppen engem. Mert tudtad, hogy unalmas, buta és tapasztalatlan vagyok. És rólam sosem pletykálhatnak. Pletyka? Hogy érted ezt? Én nem tudom, csak úgy kiszaladt a számon. Ne nézz így rám, kérlek. Maxim, mi bajod? Megbántottalak? Azt hiszed, kellemes dolgokat mondtál? Nem. Keserű és szomorú voltam. Azt hiszem, nagyon önző voltam, amikor elvettelek. Ezt miért mondod? Nem vagyok az igazi társad, ismerd el. Nem vidám dolog velem élni. Egy fiú illenék hozzád, egy kedves fiatalember. Maxim, ne beszélj így.
Mi igazi társak vagyunk. Gondolod? Nem tudom. Nehéz engem elviselni. Nem igaz, nem nehéz. Könnyű, nagyon könnyű. És boldog a házasságunk, ugye? Ez egy jó házasság. Boldogok vagyunk, ugye? Boldogok vagyunk. Ha úgy érzed, hogy nem vagyunk boldogok, jobb volna, ha megmondanád. Én elmegyek. Most miért nem felelsz? Hogy tud én neked felelni, amikor önmagamnak sem tudok? Ha szerinted boldogok vagyunk, biztosan így van. A boldogság olyan érzés, amiről nekem nincs fogalma. Nézd csak, emlékszel? Állványra tettem a kamerát, hogy együtt legyünk a képen. Londonba kell mennem a birtokkal kapcsolatos üzleti ügyben. Igyekszem visszajönni még délután, és ezt a rövid távollétemet most biztosan szívesen is veszed, Maxim. Elnézést, madám, rosszul érzi magát. Segíthetek valamit? Nem, Hilda. Köszönöm szépen. Rögtön húzom a szendvicseket is, madám. Tessék, madám. A nyugati szárnyat. Mostanában nem használja, ugye senki? Nem, madám. Mrs. de Winter halála óta senki. Végre egy kicsit itthon vagyok ebben a házban. Úgy van, nehogy megijesszük a kis hamupipőkét, igaz? A nappaliban van, ha a kerten átmegy el, de ha a kerten átmegy el, nem látja meg. Kiszököm a hátsó kapu, mint a nem szívesen látott szegény rokon. Na jó, viszlát, Deni. Viszontlátásra, és vigyázzon magára. Jasper, hallgass, hallgass már! Utánam leskelődik? Oh, I didn't make you jump, did I? No. Of course not. I didn't quite know who it was. Szervusz, öreg. Örülsz, hogy újra látsz. Legalább egyetlen élőlény van a családban, aki nem bánja, hogy ellátogattam Menderlibe. És hogy van a kedves jó Max? Jól van, köszönöm. Hallom, bement Londonba, és egyedül hagyta a feleségét. Ez nem szép. Nem fél, hogy valaki betörés elrabolja? Danny, hiába volt az elővigyázatosság. A ház úrnője az ajtó mögött hallgatózott. Ó, nem volna szíves a hölgynek bemutatni. Mr. Favel, madame. Örvendek. Én is örvendek. Megkínálhatom egy teával? Ez aztán a kedves meghívás. Szívesen élnék vele, kár, hogy nem fogadhatom el. Oh, well, perhaps you're right. Pity, just we're getting on so nicely. Nem szabad a hölgyet félrevezetnünk, igaz, Jasper? Isten vele. Örülök, hogy megismertem. Ó, most jut eszembe.
Nagyon lekötelezne, ha nem szólna rövid látogatásomról a kedves férjének. Ő ugyanis nem nagyon kedvel engem. Rendben van. Ez szép, sportszerű válasz volt. Bár volna egy ifjú, csinos feleségem, aki várna rám otthon. De én magányos, rideg aglegény vagyok. Na mindegy. Ó, igaz, nem volt teljes a bemutatkozás. Deni azt hiszem nem mondta meg a lényeget. Rebeka kedvenc unokabátyja vagyok. Hú. Hajt valamit, madam? Nem tudtam, hogy ide jön Mrs. Danvers. Én csak láttam, hogy nyitva van egy ablak. Ide jöttem, hogy becsukjam. Miért mondja ezt? Becsuktam, mielőtt kimentem. Most ön nyitotta ki, igaz? Régen szerette volna látni ezt a szobát, ugye, madam? Miért nem kérte, hogy mutassam meg? Bármikor megmutattam volna. Nézze, milyen csodaszép. Sose láthatott még szebbet. Mrs. de Winter kívánságára készült itt minden. És minden változatlan az utolsó éjszakája óta. Jöjjön. Megmutatom az öltözőt is. Itt tartottuk a ruháit. Óhajt megnézni néhányat? Puha, lágy. Mr. de Winter karácsonyi ajándéka. Mindig a legdrágább ajándékokat vette neki, minden alkalomra. És itt vannak a fehér nemük. A Szent Klára kolostor apácái hímezték számára mindet. Mindig ébren vártam rá bármilyen későig. Sokszor csak hajnalban jött haza a férjével. Miközben levetköztettem, mindent elmesélt az estéről. Mindent, ami csak történt. Őt mindenki imádta. Amikor megfürdött, bement a hálószobába, és a toalett asztalhoz jött. Elmozdította a hajkeféjét. Ő mindig ide tette úgy, itt a helye. Gyerünk, Denike, féld a hajamat, ezt mondta, és 20 percen át így álltam mögötte. Aztán álmosan súgta, jó éjszakát, Deni, és bebújt az ágyba.
Mindig én magam vetettem meg, és ezt én hímeztem a hálóinke számára. Látott ennél finomabb puha sejmet? Nézze, áttetsző, mint a fátyol. Ugye hihetetlen, hogy már olyan régen elment. Néha, amikor a folyosón járok, úgy érzem, hogy mögöttem lépked. Könnyed, gyors mozgással. Ő mindenütt jelen van. Nem csak ebben a szobában. A ház minden szobájában. Érzem, hogy jelen van. Nem hiszi, hogy a halottak visszajárnak? Nem, én ezt nem hiszem. Én tudom, hogy ő néha visszajön Menderlibe. Figyeli magát és a férjét. Fáradtnak látszik. Nem akar itt egy kicsit lepihenni? Hallgatni a tengert. Olyan megnyugtató. Hallgassa csak. Hallgassa. Hallgassa a tengert. Mrs. Danvers, jöjjön ide, most rögtön. Meghívó Mr. Jack Favell számára a De Winter házaspár állatosbájára. Rebecca, ott leszek, de mennyire? Jack. Hivatott, madam? Igen, Mrs. Danvers. Kérem, vitesse el innen ezt a holmit. Ez mind Mrs. De Winteré volt. Én vagyok Mrs. De Winter. Rendben van, intézkedem. Egy pillanatra, kérem. Mrs. Danvers, nem szólok Mr. De Winternek, hogy Mr. Favell itt volt. Egyébként szándékomban áll mindent elfelejteni, ami ma délután történt. Maxim, Maxim! Csak hogy újra itthon vagy. Hé, megfolytasz. Jó van, jó van, jó van. Mivel töltetted el a napot? Sokat gondolkoztam. Ennyi, és legalább eredményesen? Gyere, menjünk be, majd elmondom. Drágám, rendezhetnénk egy állarcos bált. Amilyet régen szokás volt. Honnan vetted ezt az ötletet? Beatrice találta ki? Nem, csak úgy gondoltam, hogy kellene valamit csinálni, hogy az emberek lássák, Menderliben semmi nem változott. Kérlek, drágám, megengeded? Nem tudod, mekkora gondot vállalsz. Több száz vendég csődül majd össze. Az egész környék. A diákok is hazajönnek Londonból. Olyan lesz a ház, mint egy éjszakai mulató. Nem baj, úgy szeretném, kérlek. Én még sosem voltam bálban, de megtanulom, mit kell csinálni. És megígérem, nem vallasz velem szégyent. Na jó, hát ha ennyire szeretnéd, kérd meg Mrs. Danvers-t, majd segít. Nem akarom, hogy Mrs. Danvers segítsen. Nem lesz rá szükség. Rendben van, édes. Köszönöm, drágám, köszönöm.
És mondd, milyen jelmezed lesz? Nem veszek föl jelmezt, ez a házigazda kiváltsága. És te mi leszel, szopos diáklány vagy Alice csodaország? Nem mondom meg, tervezek magamnak egy jelmezt. Ad lesz az est meglepetése. Szabad! Robert rajzokat talált a könyvtárban, madame. Tudni szeretné, eldobhatja-e? Igen, Mrs. Danvers, dobják ki. Ez csak néhány vázlat, kosztümöt tervezek a bárra. Mr. De Winter nem adott tanácsot? Nem, meg akarom lepni. Ezért nem beszéltem meg vele. Eszembe jutott, hogy szép kosztüm mintákat találhatna a családi képtárban, madame. Oh, fent a lépcső mellett? Megnézem. Ez itt például. Szerintem remekül állna önnek. Pontosan le kellene másolni. Tudom, hogy Mr. De Winter nagyon szereti ezt a festményt. Lady Caroline De Wintert, a dédanyját ábrázolja. Ó, ez igazán nagyszerű ötlet, Mrs. Danvers. Nagyon köszönöm. Minden rendben van, Fred? Igen, uram, minden. Bocsásson meg, ez valami kollégiumi díszviselet? Ó, nem. Csak átalakított csapka és köpeny. Nagyon szép kosztüm, igazán. És nyilván olcsó volt. Ó, igen, Fred, valóban. Jó estét, Robert. Esik, megáznak a vendégek. Sajnos, uram. Sűrű köd van, és hideg szél fúj. Szűk ez a paróka, aspirint is mellékelhettek volna hozzá. Jó estét. Szerint. Kik vagytok, Ádám és Éva? Ó, Maxim, ne izetlenkedj. Én súlyemelő vagyok. Hol vannak a kellékek? Az mi? A kocsiban hagytad, nem? Ha? Ja, ez az, megvan. Mi jöttünk elsőnek? Igen. Hol a kicsike? Öltözik, titkolja a kosztümjét, az lesz a meglepetés. Ó, ez remek. Segítek neki, felmegyek. Mi addig ihatnánk valamit, nem? Mondd, nem fogsz megfázni? Hogy képzeled, a bőröm tiszta gyapjú. Bocsánat, uram, ezt elfelejtettem. Köszönöm. Én vagyok, engedj be! Szívesen segítek. Ne gyere be, kérlek be, Alice. Azt szeretném, ha meglepetés lenne. Oh. Jól van, de siess már. Perceken belül megérkeznek a vendégek. Ugye minden dísz a helyén van? Igen, madám, nagyon szép lett. Szerintem is gyönyörű. Csodálatos. Sokat hallottam a kastély nagy báljairól. Örülök, hogy végre láthatom is. Biztos, hogy ön lesz a legszebb. Igazán, gondolja. Hol van a legyezőm? Minden rendben van, ugye? Asszonyom, ez gyönyörű. Hát, lemegyek. Jó estét, Mr. De Wintert. Uramisten, ez hogy jutott eszedbe? Rebecca. Másolat arról a festményről, amit annyira szeretsz.
történt? Mit tette? Azonnal vedlek. Vegyél fel helyette bármi mást. Mit állsz itt? Nem hallottad, mit mondtam? Sir George és Lady Moore. Dindley őrnagyúr. Barbentenger nagyúr és feleség. Néztem, amint lemegy, ahogy őt néztem alig egy éve. Ugyanabban a ruhában sem hasonlítható hozzá. Maga tudta. Maga tudta, hogy ez a ruha volt rajta, ezért tanácsolta, hogy ezt viseljen. Miért gyűlöl? Mit tettem, hogy ennyire kegyetlenül gyűlöl? Megpróbálta elfoglalni a helyét, amikor férjhez ment. Nézem a férje szemét, az arcát. Éppen olyan szomorú, mint amikor ő meghalt. És gyakran hallom, amint éjjel fel alá járkál, hajnalig bolyong, nem talál nyugalmat, mert csak rá gondol, szenved, mert ő elhagyta. Ne mondja ezt, kérem! Ne mondja ezt! Azt hiszi, maga Mrs. de Winter a házában él, a bútorait, a tulajdonát használja. De ő az erősebb, őt nem tudja legyőzni. Őt senki nem győzhette le, soha, soha. Senki, csak a végén. De nem egy férfi vagy egy nő, csak a tenger. Hallgasson, kérem! Hallgasson! Elég! Ön rosszul van, madám. Kinyitottam az ablakot. Jót tesz a friss levegő. Miért nem megy el? Miért nem hagyja el Menderlit? Ő nem szereti magát. Csak az emlékeit. Nem akar magával élni, csak egyedül vele. Nincs miért maradnia. De tudom, nincs hová mennie sem. Nézzen le oda. Nézze, milyen egyszerű. Miért nem teszi meg? Miért nem teszi meg? Egy lépés. Csak egy lépés. Na ne féljen. Visszaad, asszony. Maga mondta. Kicsoda, Ben? Kiről beszél? A másikról. Frank, nem látta valahol Maximot? Több mint egy órája nem láttam. Azt hittem, hogy hazament. Otthon még nem volt. Félek, talán valami baj érte. Frank, mi történt? Kérem, mondja meg. Érzem, hogy történt valami. Igen. A búvár, amikor a süllyedő hajó alá merült, talált egy másik hajót. Egy kis vitorlás. Frank, az a... Az. Rebekáj. Hogy ismerte fel a búvár? Helybeli ember. Jól ismerhette. Fájdalmas lesz, szegény. Igen. Újra át kell élnie mindent. Ez nehezebb, mint először. Miért kellett megtalálniuk? Miért nem nyugodhatott az a vitorlás békén a tenger fenekén?
Megyek, gondoskodom reggeliről az embereknek. Köszönöm, Frank, én megkeresem Maximot. Itt vagyunk. Maxim! Miért nem jöttél haza? Megbocsájtottál nekem? Megbocsájtottam? Hm. Mit kellett volna megbocsájtanom? A ruhát. Azt, hogy olyan ostoba voltam. Azt? El is felejtettem. Goromba voltam hozzád, ugye? Igen. Maxim! Nem kezdhetnénk mindent előről. Nem kérem azt, hogy szeress. Nem kívánok lehetetlent. A társad leszek, a jó barátod. Engem boldoggá tennél így is. Ugye te nagyon szeretsz engem? De már késő, drágám. A boldogság lehetőségét is elvesztettük. Nem, Maxim, nem. De igen. Most mindennek vége. Megtörtént. Amitől rettegtem, éjjel-nappal féltem, az megtörtént. Miről beszélsz, Maxim? Miről? Rebeka győzött. Az árnyéka mindig közöttünk állt. Elválasztott egymástól. Tudta, hogy ez fog történni. Miről beszélsz? Leküldtek egy búvárt. Talált egy másik hajót is. Tudom, Frank elmondta. Rebeka vitorlása. Borzalmas neked, én megértelek. A búvár felfedezett még valamit. Betört egy ablakot, és benézett a kabinba. Egy holttest feküdt ott. Nem volt egyedül. Valaki vele ment vitorlázni. Meg kell tudnod, ki volt az. Ez iszonyú, Maxim. Nem jól értetted. Nem volt senki vele. Rebeka holtteste feküdt a kabin padlóján. Nem, nem. A nő, akit a víz kivetett ecskommal, akinek a testét a családi kriptába temettük, nem Rebeka volt. Valami szegény, ismeretlen asszony. Nem keresték. Nyilván nincs családja. Én azonosítottam, de én tudtam, hogy nem Rebeka az. Hazugság volt. Én tudtam, hol van Rebeka holtteste. Fekszik a kabin padlóján a tenger mélyén. Honnan tudtad, Maxim? Mert én tettem oda. Most nézz a szemembe, és mondd, hogy még mindig szeretsz. Látod? Igazam volt. Már késő. Nem késő. Kérlek, nem mondd ezt. Jobban szeretlek az életednél. Maxim, kérlek, csókolj meg. Nem. Nem lehet. Nem. Már késő. Mi nem veszíthetjük el egymást. Együtt kell maradnunk a titkainkkal, az emlékekkel. Már csak néhány napunk van. Néhány órák. Maxim, miért nem mondtad el eddig? Néha szerettem volna, de sose volt hozzá bátorságom. Én tudtam, hogy mindig Rebekára gondolsz. Nem segíthettem neked. Hogy kérhettem volna, hogy szeress, amikor tudtam, hogy csak Rebekát szereted? Miről beszélsz? Hogy képzeled ezt? Hányszor rám néztél, tudtam, hogy most összehasonlítasz vele.
Ahányszor megöleltél, szóltál hozzám, vagy sétáltunk a parkban. Tudtam, hogy arra gondolsz. Ez más volt Rebekával. Ez is. Talán nem így van. Azt hiszed, szerettem Rebekát? Azt hiszed? Gyűlöltem őt. Igaz, elbűvölt. Meghúdított engem is, mint mindenkit. És amikor elvettem, azt hittem, én vagyok a legboldogabb férfi a világon. Bűbájos volt. Csodaszép is. Olyan vidám. Egyesült benne a nők három legfőbb erénye, mindenki ezt mondta. A báj, az értelem és a szépség. Én elhittem. Mindent. De egyetlen boldog percünk sem volt. Nem tudtam, mit jelent szeretni. Gyengédnek lenni. Önzetlennek. Nem szeretted. Emlékszel a sziklára, ahol megláttam Monte Carlo-ban? Ott voltunk Rebekával Nászoton, és megtudtam, milyen valójában. 4 nappal az esküvünk után. Ott állt és nevetett. Fekete hajó lobogott a szélben. Mindent elmondott magáról. Kíméletlenül. Sose tudnám megismételni. Meg akartam ölni. Oly könnyű lett volna. Emlékszel a meredek sziklára? Megijesztettelek, ugye? Azt hiszed, őrült voltam. Talán valóban. Vagy most is az vagyok. Hogy lehet kibírni épésszel az ördög közelségét? Kössünk egyességet, azt mondta. Mindenki bolondnak néz, a 4 nappal az esküvünk után megindítod a vállópert. Tehát eljátszom a nagyszerű feleség szerepét. Kedves Mendeléd úrnője leszek. Egyetlen színésztől nem játszottná jobban. Akarod? Az emberek bámulnak minket, irigyelnek. Mi leszünk a legszebb, legboldogabb házaspár a környéken. Remek játék lesz, meglátod. Micsoda diadal? Nem kellett volna elfogadnom ezt az osmány egyességet, de elfogadtam. Fiatal voltam, és igyekeztem vigyázni a család becsületére. A család becsülete. És ő tudta, hogy mindent elviselek inkább sem, hogy kiálljak a bíróság elé, és bevalljam, hogy a házasságunk teljes csőd, hazugság. Most megvetsz, ugye? Ahogy én megvetem magam. Nem értheted, mit szenvedtem akkoriban. Vagy érted? Mindent értek, drága. Mindent értek. Talán. Elfogadtam az egyességet, és látszólag ő is. Igen, remekül játszotta a szerepét. De hamarosan súlyos hibákat követett el. Kivett egy lakást Londonban, és napokra, hetekre eltűnt. Aztán ide is kezdte behozni a barátait. Figyelmeztettem, de megrándította a vállát. Mi között hozzá? Azt mondta. Franket is el akarta csábítani. Szegény jó Frank. Volt egy unoka fivére. A neve Pavel. Őt ismerem. Itt volt, amikor Londonba mentél. Miért nem mondtad meg? Féltem, hogy Rebekára emlékeztet. Emlékeztet? Mit a kellene emlékeztetni? Pavel itt kereste fel mindig ebben a házban. Azt terveztem, hogy meglesem őket, és mindkettőket lelövöm. Egy este, amikor láttam, hogy vidáman hazatér Londonból, tudtam, hogy Pavel is vele van, és úgy éreztem, hogy nem lehet tovább kibírni ezt a hazug, moskos életet. Eldöntöttem, hogy ide jövök, és végzek velük, aztán magammal. De egyedül volt. Pavelt várta, de ő még nem érkezett meg. A kerebeten feküdt, cigarettázott, mellette teli amutartó. Betegnek látszott, nyugtalannak. Egyszerre felugrott, és járkálni kezdett előttem. Ha gyerekem lesz, mondta, sem te, sem más nem tudja majd bizonyítani, hogy nem tőled van. Akarod, Max, hogy drága Mendelidnek legyen egy örököse?
aztán kacagni kezdett. Milyen mulatságos. Iszonyúan, csodálatosan mulatságos. Én leszek a tökéletes anya, hiszen tökéletes feleség is vagyok. Az igazat sose tudja meg senki. Olyan izgalmas lesz, Max. Nézheted, amit a fiam napról napra fejlődik, és egy életen át tudhatod, hogyha meghalsz, Mendeli az övé lesz. Ott állt velem szemben. Jobb keze a zsebében. A másikban cigaretta. És mosolygott. Nos, Max, mondd csak, mi a szándékod? Talán megölsz engem? Egy persze elborult az agyam. Megütöttem, biztosan. Bénultan, rám merett. De mégis diadalmasan. Aztán lassan elhaladt mellettem. Mosolygott. Hirtelen megingott és elesett. Mikor utána léptem, közben úgy éreztem, órák múltak el. A padlón feküdt. Beütötte a fejét, azt hiszem, az éles horgonyba. Emlékszem, azon tűnődtem, miért mosolyog. Azt hallottam, hogy halott. De nem te ölted meg. Baleset történt. Ki én néztem? Elvesztettem a fejemet. Csak azt tudtam, hogy tennem kell valamit. Bármit. Kivittem a holttestét a hajóra. Nagyon sötét volt. A hold nem sütött. Betettem a kabinba. Amikor már biztonságos távolságra értem a parttól, lyukat vágtam a hajó padlójába. És a víz elég gyorsan kezdett is beáramlani. Átmásztam a kis csónakba és kieveztem. Láttam, hogy a hajó felborul és elsüllyed. Aztán partot értem. Emelett az eső. Maxim, tud erről valaki? Nem, senki, csak te meg én. Valamit kell mondani. Hogy nem tudod, ki lehetett az a nő a kabinban. Nem, azonnal felismerik. Gyűrű, karperecek, mindig viselt ékszert. Biztos, hogy felismerik. Aztán eszükbe jut a másik asszony, akit a kriptába temettem. Ha rájönnek, hogy az nem Rebeka, azt kell mondanod, hogy nem tehetsz róla, tévedtél. Amikor Ecskomba mentél, feldúlt és beteg voltál. Rebeka meghalt, most nem szabad másra gondolnod. Nem beszélhet, nem idézhetik meg tanúnak ellened. Többé már nem tehet semmit. Csak ketten tudjuk, hogy mi történt, Maxim. Te meg én. Mondtam ugye, hogy nagyon önző voltam, amikor feleségül vettelek. Ugye most már elhiszed? Mert szerettelek, drága. Örökké szeretni foglak. De mindig tudtam, hogy Rebeka lesz végül a győztes. Ne, ne. Ő nem győzött. Ő már soha többé nem állhat közénk. Halló. Igen. Oh, hello, Frank. Értem, Frank, igen. Ki, Julian Ezredes? Igen. Mondd meg neki, hogy amilyen hamar csak lehet, oda megyek. Hogy? Mondd, hogy erről majd akkor beszélünk, ha biztos eredményt tudunk. Mi történt? Julian Ezredes keresett. Ő a legfőbb bíró a körzetben. A rendőrség beívta a vizsgálathoz. Azt kérdezte, lehetséges, hogy tévedtem a másik személy azonosításnál. Ezredes úr, azt hiszem, a másik oltest felismerésénél tévedtem. Ilyen szörnyű körülmények között bárki tévedhet, különben is beteg voltam. Nem, tökéletesen jól voltam. Ne gyötörje magát, Maxim. Senki nem vetheti a szemére, ha tévedett. Csak az a baj, hogy az egész eljárást újra le kell most folytatnunk.
Hogy érti ezt? Új vizsgálat indul természetesen. Formalitások, de végig kell csinálni. Ah. Jó volna a sajtót távol tartani, de ez lehetetlen, attól félek. Igen. A botránykról. Én úgy gondolom, Mrs. de Winter valamiért lehajolt, és egy hullám felborította a csónakot. Így a kabinban rekedt. Szerintem csak is így történhetett. Egyetért, Crowley? Igen. A kabinajtó becsapódott, ő pedig a padlóra zuhant. Úgy van. Ebbe a hajóás biztosan ugyanerre a következtetésre jut. Miért? Neki mi köze hozzá? Őt is bevonták a vizsgálatba. A szokásos eljárás csak formaság. Elmegyek a tárgyalásra, bár nem hivatalosan. Majd megbeszéljük, mikor golfozunk legközelebb, jó? Viszontlátásra. Itt vannak a reggeli lapok, madám. Kívánja elolvasni? Köszönöm, nem Frit. Inkább azt szeretném, ha Mr. de Winter sem látna a újságot. Értem, madám. Engedje, hogy megmondjam, valamennyien együtt érzünk önökkel. Köszönöm, Frit. Az események nagyon megviselték Mrs. Denverst. Igen, én is azt hiszem, bizonyára így van. Igaz, hogy új vizsgálati eljárás lesz, madám? Igaz, Frit, de ez csak formaság. Természetes. Madám, én csak azt szeretném mondani, hogyha bármelyikünket tanúként kihallgatnak, mindent elkövetünk a család és az úr érdekében. Köszönöm, Frit. Mr. de Winter biztosan hálás ezért. És higgy el, nekem is jól esik. Reméljük, minden rendben lesz. Maxi. Jó reggel, drága. Maxim, úgy féltelek a holnapi tárgyalástól. Miért féltesz? Könnyen elveszted a fejedet. Ígérd meg, hogy igyekszel uralkodni magadon. Jól van, drága. Megígérem. Akármit is kérdeznek, te nyugodt maradsz. Ne félj, drága. Hisz nem tehetnek semmit ellened. Ne. Aztán örökké együtt leszünk mi ketten. Igen. Veled akarok menni a tárgyalásra. Jobb, ha nem jössz, drága. Nem tudok itt egyedül várni. Meglátod, hogy egyáltalán nem fogok zavarni, és én melletted akarok lenni, hogyha bármi történik, mindkettőnket egyformán érjen. Jól van, drága. Az egész ügy nem érdekel. Csak miattad, hogy neked okoz szenvedést. Semmi másra nem gondolok az első perctől. Örökre elmúlt. Az a vidám, tiszta ragyogás a szemedből, amit úgy szerettem. Többé nem tér vissza. Kioltottam, amikor Rebekáról beszéltem. Eltűnt. Néhány óra alatt éveket öregedtél. Maxi, Maxi! Elek Jack Brady volt a neve. Én tartóztattam le személyesen. Körülbelül 2 évvel ezelőtt, természetesen nem tagadott. 2 hónap múlva felakasztották. Várjanak egy percre. Azt a vén bolond bent faggatják. Ugye emlékszik a néhai Lady de Winterre? Ő elment. Igen, tudjuk. Elment a tengerre, a tenger elragadta. Ugyan. Most azt szeretnénk tudni, maga ott volt-e a parton akkor éjjel, amikor elragadta? Maga a parton volt-e akkor éjjel, amikor elment és nem jött vissza? Én nem láttam semmit. Nem akarok a bolondok házába menni. Errefelé olyan kegyetlenek az emberek. Nem küldjük a bolondok házába. Csak azt kérjük, hogy mondja el, amit látott. Én nem láttam semmit. Ennyi. Nem látta akkor éjjel, hogy Mrs. de Winter beszállt a vitorlásába? Én nem láttam semmit. Nem megyek a bolondok házába. Jó, hagyjuk abba. Köszönjük, elmehet. Mr. Ted!
Tessék parancsolni, bíró úr. Esküszik, hogy az igazat, csak is az igazat, a tiszta igazat van. Esküszöm. Köszönöm. A néhai Mrs. de Winter az ön műhelyében javította a hajóját. Igen, így van, uram. Emlékezete szerint volt a hölgynek a vitorlással valaha baleset? Nem, uram, Mrs. de Winter nagyszerűen vitorlázott. Már most akkor éjjel, amikor Mrs. de Winter feltevésünk szerint meghalt, nagy szél volt. Az erő szél felboríthatta a csónakot? Bocsánat, uram, de ehhez valamivel több kellett. Hogy érti ezt? Én a szelepekre gondolok. Miféle szelepekre? Megmondom. A hajófenéken a nyílások zárva vannak. Csak akkor szabad kinyitni, ha a hajó szárad. És? Hát tegnap, amikor megvizsgáltam a hajót, ezeket nyitva találtam. És miért lehettek nyitva? Hát ez az. Épp ezért merült a hajó a víz alá. Tehát azt állítja, hogy... Ez a hajó nem süllyedt el magától. Tudom, uram, hogy borzalmas, amit mondok, de véleményem szerint elsüllyesztették. Aztán meg a rések. Miféle rések? Hát a padlóján. Nem tudom, miről beszél. A hajó több mint egy évig vízben volt. Tudom. Mélyen besiett a homokos talajba. De pontosan látni, hogy azokat a réseket belülről vágták a padlón. Vagyis szándékosan vágta ki valakit? Nem lehetett baleset, a hölgy tapasztalt vitorlázó volt. Ön jól ismerte Mrs. de Wintert, ugye? Nagyon jól. Elképzelhető, hogy öngyilkos lett? Nem. Őszintén szólva nem tudnám elképzelni, de hát ki tudja. Köszönjük, Mr. Tebb. Mr. de Winter, kérem. Sajnálom, hogy önt is kérdeznem kell, de hallottam, mit vallott Mr. Tebb. Talán tud nekünk segíteni. Attól tartok, nem. Mitől keletkezhettek rések a néhai Mrs. de Winter hajójában? Sejtelmem sincs természetesen. Nem tudott róla, hogy a hajónak hibája volt? Mióta elsüllyedt a nyílt tengeren, senkivel sem beszéltem erről. Mr. de Winter, higgyel, mindjárt együtt érzünk magával, de kellemetlen kötelességem, hogy lefolytassam ezt a vizsgálatot. Ez teljesen nyilvánvaló. Tudtam, hogy megérti. Feltételezhető, hogy a néhai Mrs. de Winter maga vágott réseket a hajón? Gondoljon azt, amit akar. Fel tudná tételezni, hogy véget akart vetni az életének önkezébe? Nem tudom, miért tette volna. Mr. de Winter, bármilyen kellemetlen, fel kell tennem önnek egy bizalmas kérdést. Az önök házassága boldog és zavartalan volt mind végig. Ismétlen, boldog házasság volt az önöké? Nem bírom tovább, hát tudja meg mindenki! A tárgyalást délutánig felfüggesztem. Mr. de Winter, remélem rendelkezésünkre áll. Mondtam, hogy reggeliznet kellett volna. Éhes vagy, biztosan ez a baj. Mr. Fritz készítette ebédet otthon, és elküldte velem. Jó, köszönöm. Forduljon be a sarkon. Igen, uram. Restelem, hogy így elgyengültem. A legjobbkor. Már éppen kezdtem elveszteni a türelmemet. Drágám, kérlek, vigyázz! Ülj be gyorsan, hogy megnézem, hol maradt Frank. Menj csak, ne aggódj, jól vagyok. Biztos? Mm-hmm. Tessék, így el egy kicsit ebből. Jót tesz. Ha akarod. Semmi baj? Semmi. Sietek vissza. Jó, siess. Hello. Hogy van, szép fiatalasszony? A házasság Maximmal nem lehet kimondottan leányálom. Jobb lesz, ha elmegy, mielőtt Maxim visszajön. Ó, talán féltékeny. Értem tulajdonképpen, de nem gondolja, hogy én vagyok a gonosz farkas. Nem vagyok, az ártalmatlan kedves fickó vagyok. És úgy látom, magát kemény fából faragták. Remekül tartja magát. Még meg is szépült, mióta utoljára láttam. Nem is csoda, hiszen... Mit akart, Pavel? Ó, hello, Max. Egész jól megy a dolog, ugye? Jobban, mint várta volna. Aggódtam magáért, ezért jöttem el a tárgyalásra.
Meghat a figyelmessége, de ha megengedi, most szeretnék ebédelni. Ebéd? Autóban remek, akár egy piknik, igaz? Oh, bocsánat, ide teszem, ha megengedi. Tudja, Max, öreg fiú, van néhány dolog, amit meg kell beszélnünk. Nem tudom, mire gondol. Például a résekre a hajópadlóján, amiket nyilvánvalóan belülről vágtak. Malen? Igen, uram. Legyen szíves, töltesse meg a kocsimat benzinnel. Én elfelejtettem. Igenis, uram. Malen, csukja be az ajtót. Igen, uram. Megbocsát, ugye? Tudják, különös előérzetem van. Mielőtt a nap leszáll, ma valaki elmondhatja magáról azt a régi kifejező szólásmondást, hogy a játszmának vége. Nem baj, hogy erről beszélek? Nem? Rendben van, mert tudja, Max, elég kínos helyzetben vagyok. Ha elolvasva ezt megérti, Rebeka írta. Sőt, elővigyázatos volt, dátummal is ellátta. Aznap, amikor meghalt. Sajnos én akkor este vendégségben voltam, és a levelet csak vasárnap kaptam meg. Miért érdekelhet engem ez a levél? Nem kívánom most ismertetni a tartalmát, de arról biztosíthatom, nem olyan asszony írta, aki még aznap éjjel megölhette magát. Hová tegyem a csontot, nem mondták. Dobjam ki, ugye? Jól van. Erről jut eszembe. Képzelje, Max, mostanában rosszul mennek az üzleti ügyeim. Nem tudom, próbált-e már régi automotorokkal kereskedni, de gondolom, hogy nem. Az én anyagi helyzetem most kétségbejtő. Hogy ez mit jelent, arról sejtelme sincs. Gondoltam, mi volna, ha visszavonulnék valahová vidékre, egy kis birtokra, vadászni, lovagolni. Nem tudom, mibe kerül az ilyesmi, ezt akartam megbeszélni magával. Hol és mennyiből lehet jól élni, kemény munka nélkül? Hello, Favel. Kerestél Maxim? Igen. Mr. Favel üzleti megbeszélést folytat éppen velem. Kényelmesebb volna, ha átmennénk a vendéglőbe. Talán van egy külön termék. Viszontlátásra. Szóval, hogy Julian ezredesnek jöjjön azonnal utánunk. Jöjjön, Favel, mehetünk. Kérem, van egy külön szobájuk valahol? Hogyne, uram. Tessék, uram. Ez megfelel, Mr. De Winter? Remek, remek, akár a Ritz Hotel. Parancsolnak valamit? Nekem azon egy brandit és szódát. Maga mit iszik, Max? A vendégem, úgy érzem, lesz miből fizetnem. Köszönöm, nem kérek semmit. Hozzon két brandit, aztán meglátom. Igen, uram. Hol van Mr. De Winter? Ott a szobában, uram. Julian ezredes, Mr. Favall. Á, ezredes úr, mi régi jó barátok vagyunk, ugyebár? Akkor azt is tudja, hogy ő a hatóság képviseletében van itt. Bizonyára érdekelni fogja az ön javaslata. Tessék, mondja el. Nem tudom, mire gondol. Arról beszélgettünk, hogy szeretnék visszavonulni vidékre. És egyúttal zsarolni próbált valami levéllel, ami a birtokában van. Én csak azt akarom, hogy derüljön ki az igazság. A csónakmester vallomása feltevéseket sugalt Rebeka halálával kapcsolatban. Ezek egyike az öngyilkosság. Nos, van nálam egy levél, amelynek alapján ezt a feltevést eleve kizárhatjuk. Olvassa, ezredes úr. Jack, drágám, orvosnál voltam, most értem haza. Beszélnem kell veled. Este a kis házban leszek, az ajtót nyitva hagyom számodra. Nagyon fontos mondani valóm van, Rebeka. Hát ilyen levelet ír egy asszony, aki arra készül, hogy megölje magát. És ettől eltekintve, ezredes úr, ha maga akarna öngyilkosságot elkövetni, azt a módját választaná, hogy vésővel, kalapáccsal, fáradtságos munkával léket vág a hajópadlóba. Ugyan hagyjuk. Maga, mint hatósági személy, nem lát itt valami alapos gyanút felmerülni? Emberölés? Mi más? Ön Maxim jó barátja, tudja, milyen ember. Meghalna, hogy mentse a becsületét. Vagy képes ölni érte. Maga zsarol! Pimaszul, aljasul! Meg lehet, de ez azért nem van egyszerű. Az eféle zsarolás sok bajt okozhat. Bár legtöbbször maga a zsaroló kerül börtönbe. Értem, tehát eleve De Wintert pártolja. Nyilván azért, mert a környék legnagyobb birtokosa, és tőle függ minden, pénz és hatalom. Vigyázzon, Favel, maga egy ember gyilkossággal vádol. Vannak tanúi? Egy tanú majdnem volt. Az öreg Ben. Ha a bíró nem olyan ostoba, nagyon sok érdekes adatot szedhetett volna ki belőle. És miért nem beszélt Ben? Mert Rebekával megfenyegettük, hogy baj lesz, ha eljár a szája.
A Rebeka azt mondta, hogy bolondok házába záratja, ezért nem mert szólni, de mindig hallgatózott, mindent tud. Ez csak nevetséges vádaskodás. Tehát önök itt mind szövetségesek. És ha nem tévedek, Króli maga eleve rossz indulattal viseltetik irántam. A Rebekának eredménytelenül udvarolt. Úgy látszik, most sokkal több szerencséje van. A hölgy bizonyára hálás a baráti támaszért, Króli. Ilyen nehéz napokban. Például, hogyha a karjába álljuk. De vinte! Maxim, de... A temperamentuma kisé elragadja, Max. Bocsánatot kérek. Parancsolnak még valamit? Igen. Hozza Mr. De Winternek egy nyugtatót. Köszönjük, nem kérünk semmit. Elmény. Igen is, uram. Nos, Favel, beszéljen világosan. Látom, alaposan kidolgozta a tervét. Tárja elénk most a bizonyítékot. Tudtam, hogy előbb-utóbb rátér, ezredes. Elég detektív regényt olvastam ahhoz, hogy tudjam, hogy az indíték a legfontosabb. Egy pillanatra bocsássanak, meg azonnal feltárom. Kérlek, menj haza. Kár, hogy eddig is itt maradtam. Nem, hadd maradjak melletted. Ezredes úr, remélem nem tűri, hogy ez az ember... Nincs jobb véleményem Faverról, mint maguknak, Roli. De hivatali felelősségem rákényszerít, hogy mindenképpen megvizsgáljam a vágyait. Egyetértek önnel, ezredes. És amennyire a helyzet komolysága kívánja, segítem a munkáját. Feltárom a tényeket, hogy költő ilyen fejezzem ki magam, minden homályos zugba bevilágítok. Itt is van a hiányzó láncem, a tanú, aki ismeri az indítékot. Julian ezredes, Mrs. Danvers, gondolom ismerik egymást. Hogyne, foglaljon helyet. Ha megengedi, ezredes, én kérdezek, így majd jobban megértjük egymást. Danny, ki volt Rebeka orvosa? Dr. McLean, az egész körzet orvosa. Félreértett, Rebeka nőorvosára gondolok Londonban. Arról én nem tudok. Ne mondjon ilyet, Danny. Maga minden tudott Rebekáról, a kettőnk szerelméről is tudott, igaz? Csak nem felejtette el, hogy hány szép órát töltöttünk a kis tengerparti házban. Joga volt magával elszórakozni. Neki az játék volt, csak játék. Kinevette magát is. Külön férfiak szerelmes közeledésén is csak nevetett. Tud olyanokról, amiért ön kezével vetett volna véget az életének? Nem tudom elhinni. Minden tudok róla, és ezt nem hiszem el. Hallották? Elképzelhetetlen. Épp úgy állítja, mint én. Figyeljen rám, Danny. Tudjuk, hogy Rebeka az utolsó délután Londonba ment orvoshoz. Ki az? Nem tudom. Értem magát, Danny. Úgy gondolja, hogy Rebeka titkait akarjuk megtudni magától, és ezeket védi. De őt védem én is. Bizonyítani akarom, hogy nem követhetett el öngyilkosságot. Mrs. Danvers, itt felmerült az a vád, hogy Mrs. De Wintert valaki meggyilkolt. Pontosan erről van szó, Danny. De magának tudnia kell még valamit. A gyilkos nevét. Igazán jól ismerjük. Dallamos, szépen csengő név. George Fortescue Maximilian de Winter. Volt egy orvos. Mrs. de Winter néha felkereste. Régen, még mielőtt férjhez ment. Adjuk az emlékeket, Danny. Mi a neve? Dr. Baker, Goldhawk Road 61. Ez az ezredes, ott találja meg az indítékot. Kérdezze meg Dr. Bakert. Ő elmondja, miért ment hozzá Rebeka. Hogy biztos legyen benne, gyereket vár. Egy aranyos, göndörhajú kisbabát. Ez nem igaz, nem igaz. Nekem elmondta volna. Maximnak elmondta, és Max tudta, hogy nem ő az apja. Tehát, mint a becsület bajnoka, azonnal megölte. Valóban meg kell kérdezni Dr. Bakert. Hogyne, és ebben a helyzetben nekem is jelen kell lennem. Igen, sajnos attól tartok, joga van hozzá. Elmegyek a bíróhoz, és megmondom, hogy napolják el a tárgyalást. Hadd kérdezzem meg, nem fél, hogy a leendő vádlott esetleg közben meglép? Személyesen felelek érte, hogy ezt nem teszi meg. Viszlát, Max, menjünk, Danny. Hogy töltsön még kettesben néhány szép órát a fiatal. Nem akarod, hogy veled menjek, Maxim? Nem, drágám, jobb, ha nem vagy ott. Sietek haza, legkésőbb reggel, sőt, remélem már éjszaka otthon leszek. Várlak, drága. Mehetünk, Maxim? Igen. Maguk induljanak előre, én Favellel megyek.
Dr. Baker, nyilván olvasta Mrs. de Winter nevét az újságokban. Á, igen, igen. A hölgy, akit megtaláltak egy elsüllyedt vitorlásban. A feleségem mesélte, ő mindent olvas. Sajnálatos ügy. Ez itt túl soká tart. Bízza rám, Favel, itt most én kérdezek. Bizonyos tényeket kell most megvizsgálni. Többek között azt, hogy hol járt Mrs. de Winter élete utolsó napján. Tavaly október 10-én. Azt szeretnék megtudni, járt-e önnél aznap vizsgálaton? Sajnálom, de azt hiszem, hiába fáradtak ide. Emlékeznék a de Winter névre, de ilyen nevű hölgyel sohasem találkoztam. Nyilván nem emlékszik minden paciense nevére. Utána nézhetek az orvosi naplómban, megengedik? Október 10-én, azt mondta. Igen. Ez az... Nem, itt nem járt. Biztos benne? Elírom minden betegem nevét. Russ, Campbell, Stedall, Perino, Denvers, Matthews... Denvers? Danny? Hát ez meg... Nézze meg, kérem, ezt a nevet, azt mondta, Denvers? Igen, Mrs. Denvers volt nálam háromkor. Emlékszik rá? Le tudná írni? Hogyne, jól emlékszem a hölgyre. Feltűnően szép asszony volt. Magas, karcsú és rendkívül elegáns. Rebecca, ez szerint álnéven mutatkozott be. Igazán? Ez nagyon furcsa. Lánykorából ismertem. Miért kereste fel önt? Uram, az orvosi titoktartás... Lehetett valami oka, Dr. Baker, hogy Mrs. de Winter öngyilkos lett? Hogy megölték, úgy érti. Gyereket várt, ugye, mondja meg. Na mondja gyorsan. Különben mi az ördögnek kereste volna fel újra éppen magát? Azt hiszem, látogatásuk hivatalos jellege fölment az orvosi etikát. Biztosíthatom, nem zaklatnánk önt, ha nem volna feltétlenül szükséges. Tehát azt kérdezik, lehetett-e oka Mrs. de Winternek, hogy öngyilkosságot kövessen el? Nos, szerintem lehetett. A hölgy, aki Mrs. Denversként mutatkozott be, súlyos beteg volt. Tehát nem igaz, hogy gyereket várt? Ebben reménykedett. De a diagnózisom nem az volt. Már járt nálam, elküldtem egy specialistához, hogy elvégezzenek bizonyos vizsgálatot. És az említett napon hozta el hozzám a leleteket. Emlékszem rá, amint ott áll kezében a röntgen felvételekkel. Tudni akarom, az igazat mondta. Kérem, ne bánjon velem, kiméletesen, nyugodtan megmondhatja, a baj van. Láttam, nem lehet neki hazudni. I knew she was not the type to accept a lie. Az igazat kérte, azt kellett mondanom. Megköszönte, soha többé nem láttam, tehát más nem tudok. És mi volt a betegség? Rák. Igen előre haladott állapotban. Operációval sem lehetett rajta segíteni. Rövid időn belül morfium kezelésre szorult volna. Megmondtam, hogy menthetetlen, ezt követelte. És mit mondotta, amikor megtudta? Furcsa mosolyjal nézett rám. Csodálatos asszony volt a felesége, Mr. de Winter. Igen, aztán emlékszem, hogy mondott valamit, ami akkor egy percre nagyon megrendített. Amikor azt mondtam, hogy hosszú szenvedés vár rá, azt felelte, nem doktor, nem tart soká. Köszönjük a segítségét, most már minden világos, doktor úr. Mindezt hivatalosan jegyzőkönyvbe kell vennünk. Jegyzőkönyvbe? Igen, hogy bizonyítsuk, öngyilkosság történt. Á, értem. Megkínálhatom valamivel az urakat? Nem, köszönöm, nagyon kedves, de sietünk. Most végre tudjuk az igazat. Ez borzalmas, iszonyú. Ilyen viruló fiatal asszony. Én megértem, hogy... Erre sosem gondoltam volna. És Danny sem, az biztos. Innunk kellene valamit. Meg kell jelennünk még a bíróság előtt. Nem, igyekszem Maxim nyugalmát biztosítani. Hazavihetem, ezredes úr. Nem, köszönöm. Itt töltöm az éjszakát. És hadd mondjak annyit, Favel, a zsarolás nem mindig válik be. Próbáljon szembenézni a lelki ismeretével, kár, hogy erre figyelmeztetnem kell. Esküszöm, nem értem, miről beszél, de ha új motorra lenne szüksége, számíthat rám. Nem tudom megköszönni a baráti segítségét, de bizonyára tudja, milyen hálás vagy. Ugyan próbálja az egészet elfelejteni. Menjen haza, a felesége nagyon várja. Sietek, telefonálok neki, aztán indulunk. Jó éjszakát, Roli. Maxim nagyon derék fiú. Frank. Tessék, Maxim. Valamit te se tudsz. Én mindent tudok. Nem én öltem meg.
De most értem, hogy mikor a gyerekről beszélt, épp azt akartam. Remélte, hogy megölöm. Szándékosan hazudott. Ezért nevetett úgy, amikor... Kérlek, ne gondolj erre többé. Köszönöm, Frank. Hello, Danny. El akarom mondani, mi történt. Rebecca mindkettőnket becsapott. Rákja volt. Igen, öngyilkos lett. A derék Max és Bájos ifjú felesége ott maradnak Menderlében, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. Minden jót, Danny. Ez az ön kocsia? Igen. Szíveskedjék elvinni, ez nem parkolóhely, uram. Ó, igazán? Well, people are entitled to leave their cars outside if they want to. Néha előfordul, hogy az ember rossz helyre áll, vagy nem? Azt mondta a telefonban, hogy ébren megvár. Mondtam, hogy aludjon, de azt felelte, nem tud. Csak menne gyorsabban ez a tragacs. Próbálj megnyugodni, Maxi. Nem tudok, rossz előérzetem van. Miért álltál meg? Frank, hány óra van? Megállt az órám. 3 vagy 4 lehet. Miért? Az lehetetlen, hogy arra hajnalodik. De az sem lehetséges, hogy az északi fény. Nem, nem északi fény. Ez Menderlé. Előbb még láttam, uram. Hol? Hol láttam? Maxim! Maxim, drágám, csak hogy hazaértél. Nincs semmi bajod? Nincs. Úgy aggódtam. Mrs. Stamford, megőrült. Azt sikoltozta, hogy inkább felgyújtja Menderlét, csak mi ne legyünk itt boldogok. Nézzék! A nyugati szárny!